Kétféle kerítés épül a szerb-magyar határon. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, az egyik 4 méter magas építmény a NATO szabványoknak megfelelő pengéskerítés lesz. Az embercsempészek által nem használt, nehezen járható, mocsaras szakaszokon viszont úgynevezett pengés dróthengert alkalmaznak majd határzárként. Lázár János azt is mondta, a kormány elítéli a szegedi lány brutális megverését. A tegnapi napon talán az eddigi legnagyobb rekordot könyvelhetjük el ma. Minden eddigi előrejelzést meghaladó számú menekült érkezhet évvégéig Magyarországra, ez akár 300 ezer embert is jelenthet, kezdte a kormányinfót Lázár János. A miniszter elmondta, kétféle határzárat építenek, amihez mintegy 10 méteres sávot vesznek majd igénybe, ezért bérleti díjat fizetnek a földtulajdonosoknak. Az embercsempészek által használt szakaszokon 4 méteres lesz a kerítés. Ez az ideiglenes határzár egy horganyzott határzár lesz, amelyet a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség fog fölállítani a határon. Másfél méter mélységben a föld alatt lesz, a föld fölött pedig 3 méter magas oszlop lesz, amely oszlopon egy körülbelül 50-70 cm-nyi NATO drót lesz. A mocsaras korábban árvízsújtotta területeken másfajta védelmi rendszer épül ki, mert az eddigi tapasztalatok alapján ezeken a szakaszokon amúgy sem jutnak át a menekültek. Sokkal egyszerűbb dróthenger, pengés dróthenger kerül fölállításra azokon a határszakaszokon, amelyek ember által elméletileg nem járhatóak. Most az aljnövényzet írtása és a terület kitűzése kezdődik, illetve zajlik. A Magyar Honvédség több száz fővel vesz részt a kerítés megépítésében. A szerb oldalon táblák jelzik majd a legális határátkelő helyeket. Így aki menekült, az továbbra is beléphet az ország területére. Nem a falon, hanem az ajtón érdemes bejönni Magyarországra. Ezt szeretnénk, hogyha minden idéglenes bevándorló megértené, és minden illegális határátlépő tudomásul venni, hogy mi régivágású emberek vagyunk, azt a szokást valljuk, hogyha valahova az ember be akar menni, akkor először kopogtat, és lehetőség szerint nem a falat töri át, hanem az ajtón próbál belépni. A miniszter újságírói kérdésre beszélt a brutálisan megvert szegedi lányról is, akit menekültnek hitt barátja miatt támadtak meg. A kormány kifejezetten elítéli az ilyen típusú bűncselekményeket, nagyon határozottan és keményen kell fölépni, és meg kell torolni az ilyen típusú bűncselekményeket. Girószász András ezután bejelentette, a kormányinfó szabadságra megy, legközelebb augusztusban válaszolnak az újságírók kérdéseire.